Sziasztok, ez itt újra a szériaházról, és folytatjuk Dvalin mesterrel a trónokharca elemzését a második évaddal. Remélem tetszett az előző epizód is, elég hosszú lett, de tartalmas, és remélem, hogy ez a következő rész is jó lesz. Üdvözöljük Dvalint, hello! Üdvözlök mindenkit! Láttad, ugye te is már teljesen a második évadot? Igen, most néztem meg frissibe. Még egyszer. Vagy harmadjára, már nem tudom. No, hát akkor én meg most fogom majd olyan két is félszerrel jaj, bocsánat, lehet így fogalmazni. Mert annól azt hiszem az egyik felét néztem meg másodjára, és akkor most meg így az egészet még egyszer. Tehát így az első részt is, vagy az első vezet most meg harmadjára, azt hiszem. Ja. Úgyhogy egész jó. És nem tudom, azt érezted, hogy így próbálták nagyon epikussá tenni, tehát így már az intro is egy kicsit ilyen epikusabb lett, meg kicsit változtattak a zenéken is, valami esetén epikusabb lett, meg a területek nagyon megváltoztak, hát ugye jó pár új terület jött föl, egy kicsit ilyen tágabbá akarták tenni az egész világot, mert az is így egy hatalmas világ, és most itt ugye ebben a könyvben, meg ebben az évadban is ugye látható, nem ez a világ kitágítása, meg epikusabb bátítene. Hát, eleve a más. Könyvben, amiből a második évad készült, eleve sokkal több területet ismerünk meg, mint az első könyvben, és persze, hogy epikusabb lett, hiszen a történések is sokkal eseménydúsabbak lettek a második könyvben, tehát az első könyv az ilyen hosszú felvezetése volt a történéseknek. Ja, hát igen, ez igaz. Ezt azt hiszem az író maga is említette, nem? Ha jól emlékszem, hogy annak szánta, lehet így fogalmazni. Hát, lehetséges. Meg egy megismertető regénynek, tehát amikor megismerjük az alapkonfliktusokat, a karaktereket, házakat, világot, ha nem is teljes mióltában, mert azt ugye kibontja a későbbi könyvekbe, és most majd az évadokba, de tényleg egy ilyen alaplöketet az egész sorozat, meg megismerjük a sorozatnak a valóját is, hogy milyen igazából, tehát hogy milyen, mitől egyedi. Talán már mindenki úgy várja most ezeket az új évadokat, hogy tudja, mit várhat tőle, nem? Tehát így az első évad ezt megadja. Igen, az első évad nagyon jól sikerült, egy nagyon jó adaptációja volt az első kötetnek. Ez azért jó, mert megismertette azokat is ezzel a nagyszerű világgal, akik a könyvet nem ismerték előtte, hanem a sorozattal csöppentek bele a dolgokba, szerintem. Ha valakinek a sorozat tetszett, akkor mindenképp olvassa el a könyveket is. Nekem még az a szerencsés esetem volt, hogy én az első könyvet előbb olvastam, mint a sorozatot, de ilyen sorrendben is rendkívül jó. Hiszen a sorozat így nem okozott csalódást nekem. Na hát ez a nagyon pozitív dolog, mert általában úgy szokott lenni, elolvasod a regényt, és utána már jön a film, akkor szinte már akaratlanul is csalódást okoz 90%-ban, nem? Vagy a sorozat, vagy film, mindegy, így szokott lenni, de akkor ez kiállt ezt a próbát is, ez a sorozat, nem? Ez a könyvadaptációk hát igen, sorsa. Nehéz mindig adaptációt készíteni, pláne a könyvből, mivel ha az ember úgy olvassa a könyvet, akkor a saját elképzeléseit, a saját szája íze szerint képzeli el a dolgokat, és hát ugye a rendező is, meg majd a forgatókönyvíró, meg a többiek, akik dolgoznak a filmen, azok is a saját szájuk íze szerint fogják elképzelni a dolgokat, és ez nem biztos, hogy hogy mindenkinek tetszik. Uh-huh. Tehát nagyon könnyű elrontani egy könyvadaptációt. De ez nem is inkább az a legfőbb probléma vele, hanem egyszer-kétszer találkoztam már olyasmikkel, mint például az Idők végezetéig című Ken Follett könyvnek a sorozat változatában, hogy a rendező kénye kedve szerint átírta az egész történetet, szereplőket hagyott ki,
életkorokat változtatott meg, cselekményeket változtatott meg, és igazság szerint nem értem, hogy miért. Mert ha még azért változtatnak meg dolgokat, mert hogy lerövidítsék esetleg az időtartamot, vagy Na, mert nagyon egyszerűsítsék, hosszú a akkor regény. oké, de amikor erre Igen. nincsen kézzelfogható magyarázat, akkor nem értem, hogy mire jó Igen, mert az. egy sorozatnál van rá idő azért, tehát láthattuk a trónok harcánál is, tehát... Én annó katedrális úr csináltam annó videót is, meg ilyen ezt látta. Azt is láttad egyébként a sorozatban? Csak az első részét láttam még. Már a katedrálisnak, mert most az Igen, igen. folytatásról beszéltél, mert én még Igen, azt az nem idők láttam. végezetéből is láttam az első Mert részt, állítólag az sokkal... és nem is szeretném tovább Ja, nézni. igen, azt nagyon le is fontozták. Tehát állítólag nagyon nem lett valami jó. De hát mások is csinálták félig, meddig azt hiszem, úgyhogy... Bár ugyanitt forgott az is Magyarországon. De hát vagy a katedrális sokkal jobb volt. Hát azért kell egy jó producer, az itt meg volt, Trónok harcánál is. Meg hát kell egy jó írója, az meg gyakorlatilag a George Martin volt, legalábbis alapjában véve, mert ugye onnan volt jóból dolgozni a producereknek, meg a Hát igen, az ő engedélye forgatókönyvíróknak. nélkül nem nagyon lehetett semmi se Hát csinálni, hál' igen. Istennek, és bizonyos epizódoknak a rendezését és forgatókönyvírását azt nem adta ki a kezéből. Igen. Szerintem ez is egy A rendezés plusz azt még nem pont csinált neki, forgatókönyv, de mert lehet, az hogy ő az is lesz világa, majd, az az is. ő gyermeke, és én se hagynám, hogy mondjuk bizonyos kritikus dolgokat, ami mondjuk az ő szívének kedves, azt más csinálja helyette. Hát igaz, bár a második évad egyébként, amit így el lehet mondani, és spoiler nélkül, hogy azért tartogat apró változtatásokat, kihagyásokat. Igen, az első évad még nagyon ragaszkodik a könyvhöz, a második évad pedig már egy-két apróságban eltér tőle, meg érezhetőek rajta Ha vagy rövidít. bizonyos egyszerűsítések, rövidítések. Igen. Most így fejben nem tudom, hogy az első könyv vagy a második a hosszabb, de szerintem lehet, hogy a második hosszabb, mint Hát az első. minimálisan aztán hosszabb, de nem sokkal egyébként. De inkább attól nehéz is sorolva megfogni, ugye, amit említettél, meg én is mondtam, hogy egyre több az új karakter, meg még régiekben jó rész meg is maradt, ugye, illetve kitágult a világ, és ezt bemutatni, még ha ugyanolyan hosszú lenne mondjuk a regény is, azért nehezebb talán, mint az első évadnál, így érted? Több a Igen. költségvet, vagy több költségvetés kell rá, mert ugye több szereplő, több színész, több új helyszín, több számítógépes effekt, több utazás, ugye... De ezek mind rendben vannak. Szerintem az új színészek is nagyon ott vannak, nagyon jól végzik a dolgokat, és az új területek is iszonyat jól néznek ki. Mondjuk most belegondolunk, most a sasfészeket, hogy meg kell említsem azt a várat, azt szerintem iszonyat jól néz ki. Hát igen, még az első évadban is volt, de itt most ugye már új területek is föltárultak, ugye emiatt új helyszínekre kellett menniük. Igen, Ugye... Kárt, az volt a második évadban. Hát a Kárt példának okája, Igen, de igen, nem igen. csak arra gondolok, azt például azt hiszem Már abból sokat Marokkóba nem forgatták, láttunk, tehát itt csak... a Marokkó, mint új helyszín, forgatási Igen, helyszín. egy-két marokkói kertet láttunk Ja, Kártból igazság igen, szerint, meg a egyelőre. városfalat. Igen. Tehát úgymond azért ott volt egy kis spórolás, de így a harmadik évadnak is, ami hamarosan látható lesz az HBO 31-én, azt hiszem. Igen. Igen, Ami este. valószínűleg elsője lesz itthon, de igen. Ott is ugye elmentek Izlandra forgatni, Marokkóba, Horvátországba. Írország. Igen. Írország, ugye az állandó helyszín. Igen. Hát itt is már ugye a másik évadban, ez volt a másik új helyszín, a fal mögötti rész, ugye a Igen, terület. azt hiszem, Az hogy pedig Izlandra ugye tették Izland, föl. igen. Már ott is milyen ütős volt, de hát a harmadikban is annyi új ilyen látványos helyszínt ígérnek. És ugye nem cégé nagy rész, ezt így mondták is a videókban, Igen, hogy igen, igen. azért is mentek ide. Hideg van, a másik helyen meleg van, de egyik helyen 40 fok van, a másik már mínusz 15, de megéri a látványért egyszerűen, meg a hitelességért. És ebben az évadban ez nagyon jól átjött. Már sokan nem hiszik el néha, hogy tényleg, hogy valós helyszínt látnak, érted? Ugyanez van a Hobbitnál is egyébként, és most kijött, azt nem tudom, aztán elküldtem neked annó egy ilyen 6 perces bemutató videó, hogy ami volt a filmben, az ugyanúgy van valóságban, összehasonlító képek is vannak, és ott se hitték el, még a színészek ismerőse is először, ugye? Hogy Igen, de ez a ez Gyűrűk valós. Urával is így volt, a Meg Gyűrűk Ura ott is úgy volt, trilógiával is így volt. Ja, anyukám is azt hitte sokszor, hogy jó, a számítógépen.
De hát kiderül, hogy nagy rész nem. Annyi, hogy az árnyalatokon tudnak itt a trónokharcánál is változtatni, ők lenne. Ez ilyen színárnyalatok, amely a hangulatot erősítik, gyengítik, már olyan szempontból, tehát amit éppen akarnak, hidegségérzés, mit tudom én érte, tehát így a szűrők használta, úgymond, ami szoktak így utólag digitálisan, de az meg más, tehát az a színezési Igen, dolog. az arra azért szükség van. Igen. Abszolút nem érezni a trónok harcán, sem az első, sem a második évadon azt, hogy mű lenne, vagy hasonlók. Hát nem, Az azt egyáltalán. érzed, hogy ez egy tényleg egy élő lélegző világ. Igen. És ott van még ugye a sárkánykő, mint új helyszín, az is milyen jó meg lehet csinálni, ez a célos vár, vagy hát nem Igen, is bár tudom. az abból se látunk túl Hát sokat. túl sokat, most még nem, de ahogy láttam a képeken, majd a harmadik évadban kicsit többet fogunk látni. Belül, kívül, belőle is, úgyhogy ez így érdekes lesz. Úgyhogy ilyen szempontból is tényleg látszik, az részletekben talán többet költöttek, hát valami 30%-kal többe került ez az évad, a második, és még ennyi van azt hiszem a harmadik, tehát így Hát mindig szerintem ebbe a ráemelnek. büdzsébe belefér, tehát Ja. azért hoz olyan bevételeket Ja, hát. a sorozat, hogy beleférjen. A profit azt gondolom megvan, tehát van miből költeni. Most már, hát Igen. állítólag valami, hát nagyon sokan nézik, valami második, harmadik legnézettebb volt egy-két éve. És most azt várják akár, hogy első legyen majd a harmadik a premier. Mert azt hiszem a Én Wall... mindenképp nézni fogom. Ja, hát ez biztos. A Walking Dead volt azt hiszem eddig, ami nagyon ment most, meg a... Sírtam meg nem mondom, a Totál Szívás, meg még valami. Megálltam egy-két ilyen vígjáték, ugye? De hát az nagyobb korosztálynak, meg rétegnek szól. Igen. Ez ugye azért egy rétegesebb alkotás, bár nagyon, ennek ellenére nagyon... Itt a második évadnál is látszik az már, hogy a rajongók között teljesen különböző korosztálya van jelen, tehát vannak lányok, fiúk, azon belül fiatalok, idősebbek, ez egy teljesen kortalan, ahogy a gyűk rá is azt mondták a nője, ma 60 éve megy, vagy 70 éve gyakorlatilag a láz, ez is ilyen kortalan, ez is már ugye 20 éve jött ki az első rész, vagy hogyan? Vagy akkor találta ki a És a George könyv. Martin, igen. Azt hiszem A úgy, jaj, 90... 92-3 valahogy így. Na, valahogy így 94 Vagy körül jelentett ki 94, az igen. elsőket. Bár azért van egy bizonyos korosztály, tehát én 16 éven alul nem ajánlom Ja, hát a úgy szex jelenetek miatt. igen. Tehát... Ha meg a véres részek miatt, hogy van egy-két Hát ha még a véres, most nyaklevágás, stb. a mai fiatalok Ja. alacsonyabb korosztályban is hozzá vannak szokva a vérlátványához. Nem mintha az erotikus tartalmakhoz nem lennének hozzászokva, ezt nem azért mondom, csak mindent a maga idejében. Tehát ez az, ami, igen, ez az a kettős gyakorlatilag, ami azért 16 éven felül ajánlott. Hát igen, érdekes egyébként, most már megmutatom majd valószínűleg holnap a második évad DVD-t is, mert most már megvan, akciósan be tudtam szerválni, aztán Fú, de jó neked! az érdekes az, hogy 16, hát akciósan ez majd elmondom, ez magán is, hogy olyan tudtam, nem laptam vagy ilyesmi, úgyhogy, de most ez nem ideillik, munkaügyi dolog részben. A lényeg az, hogy megszereztem, és az a furcsa, hogy az első évad annó úgy volt meg, hogy ilyen 18-as karikóhoz, lehet, hogy látszott annak a videón is rajta. Most az mind a kettőn, mert ez ilyen pakba vettem, most véletlenül megvan duplán az első ad, úgyhogy ez majd valakinek mehet, aki ilyen 2-3 ezer euró csak megkaphatja egyébként, aki akarja, így Pécsen, vagy elküldeni el tudom postán. Mert ugye most nekem megvan pluszban, mert csak itt tudtam ennó megrendelni. És az a lényeg, hogy most mind a kettő az 16-os karikás lett. Most ettől féltek sokan az interneten, hogy ledegradálták, vagy valami, de a hivatalos játékidő az ott a neten, meg itt az a doboz hátulján ugyanaz, tehát elvileg akkor mégsem, hát nem tudom miért vitték rá, hogy változott a törvény, most már csak 16-os, nem tudom. Tehát így, ez egy érdekes dolog egyébként, most jó, hogy említetted. De azt majd ott a DVD-ben mutatom, jobban részletezem. Ja. Meg az is észrevehető, hogy egyébként a zenében is ilyen epikusabb lett, meg még változatosabb, és még több új terület jött, ilyen kvár, sárkánykő, stb. Így mindenre azért látszik, hogy rá akartak tenni egy lapáttal, tehát így, hát ugye több lett a költségvetés, ezt megtehették, tehát, nem? Igen. Hát meg több a harc jelenet is. Igen, sokkal több, mint az első adva, sőt, ugye van egy nagy csata is, ugye a vége fele, majd még erről később egy kicsit beszélünk részletesen. Ami ugye nem volt jellemző az előző évadra, úgyhogy most úgy látszik, hogy a harmadik évadra még lehet, hogy erre is rápakolnak még jobban. Meg emelik mindig a tétet, mint a pókernél mi, ha úgy Igen. nézzük, úgyhogy
Ja, most lenne egy kis szünet akkor így a nézőknek, meg hallgatóknak, hogy akkor egy ilyen újabb zenei téma a második évadról, hogy egy kicsit ilyen hangulatossá tegyük még jobban ezt a beszélgetést is. És folytassuk az új karakterekkel, hogy jól megy, jelenik meg. Új, hát az annyira nem spoiler, most így bemutatjuk röviden őket, nem csak az, hogy alaptétel. Körülbelül. Ja, hát itt van például a sárkánykőn uralkodó Stannis Baratheon. Ugye hát ő a legidősebb Baratheon, ugye bár? Ha jól Hát emlékszem. Igen, Robert Mert ő az után, örökös. az, ő Vagy volt az Robert után, idősebb ja fivér, igen. igen. Hát aki még megmaradt, ugye. Ennyit állottunk, az első javzasan és csúnya sors várta a királyra, ezért ugye új uralkodó jött. A Joffrey, ugye? Igen. És akkor ez egy ilyen láncolatot indított el, és ugye ennek okán sajnos meghalt az egyik fő karakter, ilyen Ned Stark, még az első adból, úgyhogy ez utána elindította ezt az epikusabbá tételt, ezt a öt király háborúját, vagy így hívták, ugye? Ugye bár? Igen. És aztán Stannis Baratheon, ugye ez egyik eleme. Nem tudom, mit tudnál úgy röviden róla mondani, hogy így ne csak Hát én egy beszéljek. nagyon magának való ember, egy ilyen mogorva, írja a könyv is, hogy sosem nevet, sohasem mosolyog. Hát egy ilyen kegyetlen, iszonyat erős igazságérzettel rendelkező ember. Jó stratéga, jó katona, hát nem tudom, hogy királynak milyen lenne, mindenképpen egy vasmarokkal irányító uralkodó lenne belőle, aki igazság szerint mindent a törvények szerint tesz. Tehát számára olyan, hogy kibúvó a törvények vagy kötelezettségek alól, olyan nincs. Ja, hát ő elég egy keménykedésű Igen, ember. Ő a törvény embere. Hát igen, de azért ő is eléggé brutális tud néha lenni, ha így lehet így fogalmazni. Igen. Tehát hát ő tud azért kegyetlen is lenni, ha arról van szó. Hogyha valaki mondjuk a törvények ellen tesz, akkor nincs kegyelem. És akár még egy új vallást is felvett, ugye ez viszonylag az évad elején tűnik föl. Egy új Igen, vallást is felvesz. Annak érdekében, hogy ő kerüljön a trónra, hisz hát ugye most ő a jogos trónörökös. Igen, és ő ezzel tisztában van, és ezért ő bármilyen eszközt bevet, hogy a célját elérje. Hát igen. Hiszen ha megfutamodna, föladná a trónt, akkor a saját elveinek mondaná menne ellent. Ellen. Igen. Tehát őt illeti a törvény szerint. Tehát ennyi. Tehát ő ezen itt fennakadt. Ja, sokan neki is szurkoltak ilyen szabadon, mert az igazságosság valamilyen szinten nála merül emiatt föl. Tehát törvényileg, erkölcsileg őt Igen, bár ha várja a trón. Az első évadban, ha jól emlékszem, akkor volt egy beszélgetés, talán a Ned és a Renly, nem? Már Renly között volt. Így róla, Renly és a Ned között, ja, illetve... Ja, Renly meg a Ned között volt talán egy ilyen beszélgetés, hogy azért nem akarnánk őt királynak. Talán a Renly mondta, hogy nem lenne jó Illetve király. Lehet, hogy a kisú is, mert vele is volt egy kapcsolatos Igen, beszél. Már nem emlékszem így az első évadra, hogy kivel, de volt egy ilyen szóváltás, hogy ilyen király azért nem Igen, kéne. Igen, ez a Renly-vel volt. De hát abban benne van az is, hogy ő a Igen, második király, aki ér. Ugye ebben a részben talán nagyobb szerep, vagy ebben évadban nagyobb szerepet kap. És mondjuk vehetjük őt a második esélyesnek a trónra, ugye? Itt most nagyobb teret is kap a karaktere is, meg maga a színét. És azért itt benne van az ő Igen, hatalom éssége is. Ő a legfiatalabb, trónkövetelő, ugye bár? És az ő motivációja az, hogy már neki nincs joga a trónhoz, mivel ő a legifjabb a három Baratheon gyerek közül, de úgy érzi, hogy van ambíciója, és úgy érzi, hogy ő belőle jó király lenne, és akkor a tanácsadói a saját körében azt mondták, hogy vágj bele, erősebb haderőt tudsz összeszedni, mint a Stannis. Hát igen. Van esély rá, hogy megszerezd a trónt, még a nép lehet, hogy támogatna is.
A mögötte ott van egy nagy sereg, így a két ház támogatása, a türelőnek Igen, és igen. a... Hát ugye az, hogy is, a A viharnék. barátaimnak egy része, Igen, illetve a igen, Tirellek. igen. Akik azt hiszem a leggazdag, nem a leggazdag, nem is a leggazdag, a legtöbb emberrel rendelkeznek, vagy Igen, haderővel. nekik van az egyik legnagyobb seregük, úgy Igen, tudom, igen. A és... leggazdagabb ugye a Lannister ház, ők meg talán a legnépesebb, ahol lehet így Igen, mindegyiket igen. mondanánk egy ilyen jelzőt. A legmakacsabb az talán mondhatnánk a, valami részben a Stark család is, de ugye a Stannis Baratheon ugye elmondta, hogy ő az elvaihez és Hát csak igen, is a a... Starkok is azért ragaszkodnak a saját De ők is, hagyományaikhoz, a saját igen. elveikhez elég erőteljesen, Csak ott de most azokkal ugye... tudsz is azonosulni, a Stannisszal nem biztos, hogy tudnék azonosulni. Igen, ebben van, igen, ez igaz. Ez igazad van. De egyébként a Renlit meg sokan ugye karakterét mondtak, elég furcsa itt a filmben, bele kellett hozzá, majdnem minden sorozatban belehozzák már a másságot, meg a meleg karaktereket, és itt most a Renlivel hozták, bár sokan mondják, hogy a könyvben nem látszott, de néha voltak talán tényleg ilyen utalások, Igen, bár a ez... könyvben ilyen konkrétan nem volt, mint a filmben, ott csak olyan utalásokat Igen, tett, igen, igen. hogy tudtad, hogy ő az, és igazság szerint ennyi volt, tehát nem domborították ki túlzottan ezt az egész Hát ja, de történetet. ez is tudod miatt van azért itt is a pénz, mert van is már valamilyen közönség, főleg Amerikában, és akkor az még hozzá csapódik. Hát jó, ez most csak egy tipp, de biztos Hát ilyen igen, hát szempontból én ezen rakják. nem akadtam fönt. Igazság szerint csak amikor olyan jelenetek voltak, akkor megmondom őszintén, férfiasan behunytam a szememet, hogy Hát igen. essünk túl rajta, de... Szerencsé azért sok nem volt, de volt, ja. Igen. Mert Nő, a alapból azt hiszem hölgyeknek lehet, hogy kevés. jó, de Hát ki tudja. valamilyen szinten, de másnak nem Nem biztos. olyan biztos az. Hát van olyan sajnos, hogy már hallottam, hogy öltöztetésében, de más nem hiszem, hogy. De mindenkinek saját Hát figyelj, terve. ez is színesítés, ha valaki pozitívabb, vagy nem figyel rá annyira, akkor maximum egy legyint, hogy is ezzel akarták színesíteni, hát színesítették, de hát Hát ez igen, van. igazság szerint talán azért is domborították ezt a dolgot még, hogyha jóhiszeműen akarok ennek az egész Hát, hogyha dolognak már valós nekiállni, 18-as, akkor... hogy neki ez az egy nagy problémája királyként. Tehát el kell vegyen egy nőt, ugye itt Ja, igen. érdekházasság meg is Megjelenik történik, egy másik új csak hát ugye karakter. trónörökös kell, és hogyha a király nem vonzódik a nők iránt, és nem is akar ezért tenni, akkor nincs biztosítva a hatalma. Hiszen egy királynak akkor biztos a hatalma, Ha van hogyha örökös. ha van, aki örökös, és van egy hadserege és egy hozzá lojális réteg, aki megvédi az ő dinasztiáját. Ha ez nincs meg, akkor... Hát igen. Tehát talán ezért is domborították ezt a dolgot, hogyha egy bizonyos oldalról nézzük ezt a dolgot, hogy neki ez a legnagyobb gyengéje. Mert amíg Lord volt, addig annyira talán nem volt ez probléma a lévén, hogy legkisebb fiú volt, tehát hogyha neki gyereke születik, akkor az utolsó a sorban, az öröklődési sorrendben. Nem volt a középpontban, most meg az ötös Igen. játszma egyik résztvevője, tehát így a, ilyen szempontból. És a már Marjorie, sosem tudom, hogy kell kiejteni, Igen, Tyrell, ő az, Marjorie. aki most egyébként az a Natalie Dormer alakít, megint elég jó hatással, aki meg jó kinézően, aki ugye hát a tudorok, azt nem tudom, látta, de abban is, vagy két, de abban is tudom, lehet, hogy 3 évadban is majdnem szerepel, de kettőben biztos végig. És elég jó hozzá. Egy átirál az új másik ház, ami itt megjelenik, már van egy jó pár új ház. Ugye hát most említettük már, hogy miért fontosak ők leginkább talán, a legnépesebb jellemző miatt. És akkor Igen, ugye ő hogyha vele a akarja összehozni seregük ezt a mögötted van, házasságot. mögötted áll a seregük, akkor azért az nagy előny. Hát Ez igen. igazság szerint ezért fontosak. A Margaery meg nagyon egy ilyen ambiciózus valaki, Hölgyem én, akinek igen. minden álma az, hogy királynő legyen, és ezért bármire Igen, ez hajlandó. Tehát látszik is így az elején. mindenkinek eladja magát, csak hogy a hatalomba bekerülhessen. Tehát egy hataloméhes nő, nem túl szimpatikus a karaktere. Renly viszont, pont azt akartam mondani, hogy Renlyből még talán még jó király is lehetne. Hát ja, olyan szempontból igen, tehát Tehát őt amiket azért érdekli elmondanak. a nép, hiszen az első évadban is többször tesz olyan kijelentéseket, hogy háború ellenes pacifista, ilyen néppárti, tehát a Roberttel is többször van ilyen Igen, az igaz. összezörrenés az első évadban, Ilyen ezekre nép emlékszünk. szempontjából talán őt kedvelnék a Igen, legjobban. tehát egy ilyen pacifista valaki,
akinek első szempont az, hogy a nép jóléte. De hát az ilyen uralkodók nem mindig tudnak sokáig Viszont a akár háborúhoz meg nem annyira ért, ezt el is eljutni. mondta. Igen, a többi királynak, királyjelöltnek viszont a háború a lételeme, gondoljunk mondjuk Stannisre, tehát neki ez nem jelent akadályt. Van is egy ilyen jó egymondatosa, hogyha ezt így el lehetne ezt folyrelezni, de inkább nem. Jó, tehát Már a majdnem ezt Stannisnek? mondtam. Mondod? Igen, de nem, Igen. azt szeretném, hogy mindenki saját maga tapasztalja meg ezt az Igen. egymondatost az utolsó nagy csatában. Igen. A másik... Nem szeretném ezt előni, hogy Jó, hát így azt van. jobb is szerintem. A másik nagy új ház... Így is azért spoilerezünk, de próbáljuk azért Halványan, igen. Hát az első évadból nagyon, de hát most már azt minél elvileg kevesebbet. megnéztétek, úgyhogy abból már lehet. Igen, minél kevesebbet. Tehát amikor valaki elővi a poént előre, vagy fontos részleteket, én annál jobban nem utálok Hát semmit. igen, az egyik legrosszabb. Tehát ezt nem, rá, és ezért pont nem akarom ezt okozni másoknak. Szóval Hát, mindegy, elnézést. na, semmi baj. Vegyük. Igen. Hogyha már így elkezdtük a A harmadik királyok. ház ugye a Greyjoy-okra gondoltam, mint új szereplő, új A terület. Greyjoy-ok, akik A vas, ők hogyan? után viszont egy Vasemberek? Vagy nagyon hogyan? más nyelv. Igen, vasembereknek hívják őket. Ilyen, hát nekem ilyen első ránézésre ilyen vikinges Igen, mentalitásuk van. igen. Tehát hajós nép, egy szigetcsoport urai, ami nem nagy terület, tehát nem nagy behatásuk van, de a flottájuk erős, jó képzett tengerészeik vannak. Már generációk generáció óta a tengeri fosztogatásból, kalózkodásból Íjászok is, tehát abban is jók nagyon, azt hiszem úgy elmeztük az első évadban is már, ugye. Igen, de viszont azt is leírja a könyv, hogy rettenetesen rossz lovasok, tehát nagyon kevés ló van a Vas-szigeteken, és főleg csak a nemesek tudnak lovagolni, tehát lovas haderejük nincsen, nem is kell. A mentalitásukban is ugye a tengerhez kötöttek, viszont Vallásban is. és nagyon ambiciózusak, hiszen ők régen királyi család volt, ott a Vas-szigeteken. És Meg a környéken is újra aztán azok szeretnének portyáztak. lenni, hiszen van egy ilyen utalás is, hogy az első könyvben, hogy meg a másodikban is, hogy volt egy lázadás. Már Robert király idejében egy Greyjoy lázadás, amikor felgyújtották a Lannister flottát. A Igen. Lannister Az első flottát. évadban is egyébként megvolt, Igen, tehát... igen. Tehát ők már egyszer föllázadtak Robert uralkodása alatt a vastrón ellen, és ugye ezt megteszik még egyszer, és most az a cél, hogy éjszakot, a legyengült éjszakot szerezzék meg maguknak. Ugye sikerül nekik, azt meglátjátok a filmben. Hajrá, azt mondom, nem tudom, nekem valahogy, bár nagyon úgy vannak beállítva, hogy nagyon unszimpatikusak, és velük sem nagyon lehet azonosulni. Lehet, hogy azért, mert szeretem a vikingeket, de én valahogy tudtam azonosulni a Greyjoy házzal, bár tele van szarkeverőkkel az egész. Hát igen. A Theonnal szoktak nagyon így konkrétan ebből a házból, ugye Igen, meg is van pont rá az az ok valamilyen szinten, ezt Theon az egy meglátjátok. nagyon jó karakter, főleg ha az ember olvassa a könyveket. A negyedik, ötödik kötetre Kap nagy a szerepet Theon talán akkor. karakterében egy ilyen párfordulás áll majd be. Hát igen, ez majd Ezt egyébként érdekes ezt lesz. észrevettem, tehát a Martin állandóan ezt csinálja, hogy vesz egy karaktert, elindítja mondjuk egy rossz irányba, és utána és ilyen furfangos dolgokkal szerethető karaktert csinál belőle, vagy csinálhatja ezt De pontot. fordítva is, igen, lehet, igen. És szerintem Igen. ez egy nagyon jó írói Igen, teljesítmény, és nem ezt egy kell karakternél van ilyen, érni, tehát... hiszen így is, ez is emberi, tehát a valóságban sem nagyon találkozunk csak gonosz, csak jó emberekkel, mindenkiben van jó, mindenkiben van rossz, a szituáció, az elvárások, a társadalmi helyzet, ez mind befolyásolja azt, hogy milyen emberek is vagyunk, és ezt nagyon jól átadja. Igen, Ez is igen. egy plusz pont, és ez hál' Istennek visszajön a sorozatba is.
Tehát erre Na most figyelnek, majd a hogy... harmadik évadban lesz is egy ilyen eleme elvileg, hát így lehet így mondani talán. Egy másik karakter, elég sok karakter, három karakter is most fel lehetne sorolni, de nem sorolunk, akivel ilyen csűréscsavarások, nagy változások, várfordulások Azt hiszem végig történnek. követi az összes könyvet, tehát az Igen, összes évadban igen. várhatunk ilyen nagy léptű eseményeket és nagy álleeséseket, és a többiket, tehát végig fenntartja az izgalmat. De egyébként ez a Vasszigetek is milyen jó megoldották, hogy látványban. Nem tudom, azt Igen, is arra Írországban? gondolsz, Gondolom Írországban biztos, hogy forgatták. Írországban lett fölvéve, nagyon tetszik. Nagyon jól meg van csinálva, hogy több szirtre épült vár, ami Ötletes. ilyen kis hidakkal van összekötve, több kikötővel, öböllel, zátonyokkal, de nagyon-nagyon jó. Azt is csak egyszer látjuk igazán kívülről, és utána már csak belülről meg egy kis kikötő részt. Ja, hát De ott ugye amikor kellett kívül... egy kis cégé is, de hát azt is jól Ja, igen, megoldották. amikor kívülről látjuk, akkor az azt mondom, hogy fú, igen, így képzeltem el Pike-ot. Igen. Jó megoldották. Ugye ez a fő városa, vagy az ilyen fő sziget, vagy nem is tudom, most itten. Igen, Ilyen több több sziget, sziget csak volt. egy nagyobb Óvik, Újvik, meg ilyenek. Igen. Sok kis sziget. És hát ugye itt megismerjük a Baron Greyjoyt, ugye ő a főnök, ugye a vezető, vagy a Igen, Elon sziget Greyjoy, ura. a Theon-nak az apja. Igen, meg hát a Theon-nak a valakiét is megismerjük, ezt nem mondjuk el, mert egy kicsit spoiler Igen, lenne. a Theon-nak egy másik Rokon, ismerősét. ismerését, igen. Úgyhogy azért jobban megismerik ezt a házat, mert eddig alig lehetett róla valamit látni, tudni. Így az első évad alapján, meg az... Igen, az első évadban csak utalások voltak róluk, hogy velük Igen. azért Most jobban vigyázni kell. megismerjük a szereplőit, karaktereit, fő eseménysodróit, meg hát a történetét, háttértörténet, Hát a helyszín, kultúrájukat is, a kultúrát, igen, azt is, mentalitásukat. mentalitás. Igen, és a Starkok is Igen, változnak egyébként, mert a Starkok pedig hát ugye valami szinten vezető nélkül maradnak, legalábbis nem azzal, új aki... vezetés van a Igen, Starkoknál, most új vezetés. és sajnos a Starkokra rájár a rúd, elég erőteljesen. Belekényszerülnek a dolgokba. Hát De igen, ami a most... fő esemény sorozat, ami kezdődik a második évaddal, és egészen kitart a negyedik könyvig majd. Hát ők gyakorlatilag a negyedik, ugye, vagy hogyan? Vagy hogyan van most, hogy is mondta? Igen, negyedik harcoló fér, ugye hát Robb Stark az, aki Észak király, akkor ez volt ugye az első évad végén, és ezt próbálják valahogy úgy elérni, közben ugye visszaszerezzék azt, akik ugye még úgymond erre voltak tőlük, hogy fogságban tartanak, ugye hát a gyerekeket. Meg hát ugye igazságot akarnak tenni, tehát ez... Azt elérik el, azt ugye megtudja mindenki, aki megnézi a második, meg majd a harmadik évadot. De tényleg az ő sorsuk egy kicsit ilyen bal sors, meg ilyen szomorú rész, hogy így fogalmazok már olyan szempontból, hogy ilyen rosszul kezdik az új évadot, tehát borús hangulatban, nem de vár? Úgyhogy... Mindenképpen, de ez végig igaz, meg igazság szerint mindenkire. Hát Hát igen, senkinek a sincs jó Lannisterek kedve. is úgymond A ugye nagy csat... Lannistereknek sincs jó Az, kedvük, igen. ha mondhatjuk ezt. Mert azért az északiak megfingatják őket rendesen. Hát igen, az látható volt az első végén, hogy a győztes csatákban azért a Starkok jobban állnak, tehát így... Igen, Robb az egy nagyon tehetséges vezető és katona. Egy erős sereg áll mögötte. És a Westeros déli része meg egy káosz, mondom, tehát... Hát igen, mindenki, ugye elmondták annól, hogy maga a Királyvár, meg az attól lefele, de főleg Királyvár is, ugye a kígyók fészke, tehát így, tényleg Igen. káosz van, mert nem lehet tudni már, hogy ki kivel van, ki ellen van sokszor, ugye. Lehet, a valóságban is ilyen dolgok is előfordultak, meg most is előfordulnak. Úgyhogy ilyen szempontból, tehát a Lannistereknél is ugye nem a legjobb a helyzet, mert ugyanis ez a kivégzés ilyen nem, hosszú távon nem hozott azért biztosan annyi jót, mint amennyit Nem, az gondoltak, ugye. paklövés volt. Igen, hát ezt úgyis próbálják itt az első rész, második rész körül, ugye, az új évadban, ugye, Igen, és elmesélni, hogy akkor nem biztos, hogy jó ötlet volt. visszatérnék egy dologra, hogy arra törekszik a Martin, hogy ne legyenek csak rossz és csak jó karakterek. Cersei Lannister és Joffrey Lannister akkor is két mocskos görény, és én ezen nem fogok senki kedvéért vádaskodni. Az. Ezen a nézőpontomon nekem ők a szintiszta pure Igen. evil karakterek. A harmadik Nem, évadban az egyik karakter is mondja, hogy igen, Joffrey meg nem akar fog. halni, vagy meg akarja, hogy
a hajom, mert már az egyik karakter is ugye a könyvben legalább annyira utálja, mint mi, ugye, vagy a nézők többsége legalábbis, úgyhogy ugyanígy a Igen, tehát Cersei-t a is. vesztüket kívánod végig, és tehát én nem, tehát Azt nem várod, bírom. hogy jöjjön Soha el nem bírom. esetleg valamikor. Lannister viszont már más. Tehát ugye Tyrion Lannistert szeretjük. Hát igen, Tehát az gyakorlatilag egy egy pozitív fantasztikus figura. karakter, abszolút nem illik oda bele. Még a Jaime-nek is megvan a maga stílusa, még őt is lehet azért Ja, vannak szeretni. jó húzásai, fogalmazunk úgy, igen. Igen, tehát a Jaime sem az a tiszta gonosz, tehát ez majd kiderül később. Viszont Tywin Lannister alapjáraton egy mocsok ember, mert hatalommániás, beképzelt, vaskezű, vasmarkú De egy-két ember, dolgot aki ennek egy hatalomra reálisan vágyik. lát, tehát kimondja Igen, azt, amit hatalomra kell. vágyik, de itt is jön ez a szépítgetés majd a második évadban, majd azt nem Hát spoilerezem, ha árnyalják a karaktert, valaki még nem fogalmazhatunk így. látta. Árnyalják az ő karakterét. Igen. De tehát, hogy Tywin Lannisterrel is az ember azért egy bizonyos szintig, én legalábbis egy bizonyos szintig kezdtem szimpatizálni, lehet, hogy ez csak a színésznek az érdeme, aki játsza. Hát nagyon jól játszott Charles Dance. Vagy Dance, vagy nem tudom, hogy kell tenni, igen. Nem tudom igazság szerint a nevét a színésznek, megmondom őszintén. Azt hiszem Charles Dance, vagy Dance, vagy valami ilyesmi álma neve, most pontosan. De nagyon jól játszott, tehát abszolút így képzeltük el. Tehát azért valamilyen szinten tudtam azonosulni a karakterével, de nem szabad elfelejteni, hogy azért ő egy nem egy rendes ember. Mégpedig azért nem, mert kegyetlen. Aha. Tehát ő egy kegyetlen ember. Igen, hát mondom, ő is tud az lenni, hiába néha majdnem szimpatizálna valami, és legalábbis érezni, hogy kimondja az igazságot valamilyen szinten, nem kertel a néző szemgéből sem ez a karakter, tehát ebben jó, hogy megmondja a tutit, tehát mégis tényeket mond sokszor, de fájó tényeket, tehát így. Úgyhogy ez nem tudom, Hát igen, meg azért kiderül a múltjáról is egy-két dolog, tehát van például ez a nagyon jó kis dal, ami sokszor előkerül, tehát ez a Customary esők, benne is van, meg ja, van a ez zenés, van de egy jó kis dal, majd lehet, hogy az lesz majd a végén ennek a videónak, igen, igen. Vagy... az a dal leírja a könyv, hogy a Tywin cselekedetéről íródott, mégpedig ő volt, megtudjuk azt, hogy az ő apja egy nagyon teszetosza ember volt, aki elveszítette az uralmat a zászlóvivőivel szemben, és a Castamere család, akik nyíltan föllázadtak a Lannisterek ellen, és át akarták venni a hatalmat, és ő összem ilyen 16-17 évesen a kezébe vette az apja katonáinak az irányítását, és leszámolt velük, úgyhogy kiirtotta az egész családot. Ez egy érdekesség, tehát ezt ez nézem. így az évadból azt hiszem nem derül ki, de a könyvbe igen. Úgyhogy akkor nem spoiler valami szinten. Ja, igen, igen. Tehát ez egy most egy érdekesség. Kis plusz érdekesség, ja. Hogy már 16-17 éves korában egy ilyen kegyetlen ember volt, aki nagyon durván leszámol az ellenségeivel. És volt honnan örököljön Joffrey. Abszolút, meg izének, annak a mocsoknak, a Cerseinek. Ja, az is volt honnan örököljön. Az apjára. Azt a könyv is domborítja, amikor esetleg Cersei fejezet van, akkor írja azt, hogy ő tudja nagyon jól, hogy ő hasonlít az apjára legjobb. Meg arra is akarna valószínűleg, az látszik, tehát csak igen, nem sikerülne neki. Igen, mindenképpen. De hát... Hát igen, ők is azért viszonylag hiába oldották meg elég gyorsan a részben a Stark esetet, hát most magukra hozták ugye az északi dühöt, igen, meg hát... Igen, a háború mindenképp kitört volna. Hát jó, az igaz. Robert is mondta, emlékszel az első év, talán első vagy második részében már mondta, hogy háború lesz. Csak mert... nem tudják mikor. Nem tudja, hogy mikor és hogy kik fogják vívni, de háború lesz. Ja, hát ő már érezte a szeleket ugye... Igen, de egyébként, ha belegondolsz, ugye Westeros sem vallásilag, sem etnikailag nem egy egységes nemzet, hát nem, igen. Hanem sok nemzetnek a katyvasza. És az ilyenek soha nem tudtak rendesen megülni egymás seggen, de ez segítken egymás Meg mellett. Sok vallás is, főleg ebben az évadban talán jobban kidomborodik. Gondoljuk például Erdélyre, hogy ott is mi volt, tehát
a románok, szászok, magyarok között. Tehát ott is vallási ellentétek voltak, akkor nemzetiségi ellentétek, származási ellentétek, tehát az ilyen népek nehezen tudnak egymás mellett megülni. Igen. Főleg, hogy úgy, hogy az egész Westeros úgy lett egy nemzeti, egy birodalmá összekovácsolva, vagy egy másik kontinensről idejöttek a sárkányokkal. A Targaryenek, a valériaiak, és azt mondták, hogy már is, hogy mostantól ez a mi egyébként egy erőszakkal kovácsolták, azt mondták, igen, hiszem, hogy erőszakkal kovácsolták. Leigázták az összes kis királyt, az összes hadurat, és így gyúrták össze a hét királyságot, ez biztos volt, hogy előbb-utóbb. Fegyelem tartotta össze valamilyen szinten, mert meg az őrült így, király, a ugye. Sárkányoktól való félelem. Ja, de hát mint ahogy igen. A sárkányok eltűntek, ugye Targaryenek is letűntek, és akkor rá is térhetünk a Targaryenekre, ugye a az ötödik és egyben utolsó, Targaryen aki már nem király, hanem királynő, ugye, Khaleesi, ugye. Talán mondhatjuk azt, hogy részben ez az évad, meg majd talán a harmadik is, úgymond, hát egyik talán legfontosabb szereplője. És egy ilyen nagy pályát is láthatunk végig ezen a... Az egész sorozatban. Hát gyakorlatilag az egész sorozat, a igen, George de... R.R. Martinnak, azt hiszem ő a egyik kedvenc karaktere a Tyrion mellett. Igen. És ezt látjuk itt főleg a második évad, itt talán még sokkal több fontosabb, erősebb karakter lesz, a fontosabb szerepet kap. És sőt a harmadik évadban most, ha a hallgatók megnézik a bemutatókat, amik fönn vannak már, tehát aztán 2-3 bemutató is van már, trailereket, akkor is látjuk majd, hogy azért nagy események jönnek majd, nagy szárnyas tűzokádó események vannak. Ja, hát most igen, már ezt láthattuk az első évad végén, hogy tehát a sárkányok is egyre jönnek. Nagyobbak, így a hatalma is egyre nő. Hát igen, csak kérdés, hogy ezt hogy tudja megragadni, meg vezényelni ugye igen, magát, konkrétan a sárkányokat fiatal. Is. Ő egy finomabb, igen, egy finomabb uralkodó. Igen, nagyon fiatal, de azért érti a dolgát. Hát igen, azt látszik, hogy kezd felnőni, így, ahogy konkrétan is nő fel, de ugye a feladathoz azt így azért lehet látni. Nincs egy stabil bázisa. Tehát a második évadban nincs egy stabil központja, egy hadserege, tehát a sárkányai, meg igaz van 3 sárkánya, de azok még ugye még nem fejlődtek ki, nagyon kevés olyan ember van körülötte, akiben bízhat. És ez iszonyatosan megnehezíti a dolgát. Hát igen, sok a kérdőjel, meg ilyen útkeresés, vagy kicsit ez hát az évad neki. Az útkeresés. Hát igen. Tehát azért lehet érte is izgulni ebben az évadban majd. Igen. És hát itt kaphatjuk meg Kvartot, ugye, vagy kapjuk meg Kvartot, mint új helyszín. Új szereplőkkel, hogy ezek a fűszer, vagy milyen fűszerkereskedő, meg ezek a... Igen, a kárt, boszorkánymesterek. A 13-ak irányítják, ilyen 13 nemes, és akkor itt kapunk egy kis fantasy elemet a boszorkánymestereknek a képében. Igen, de még ez az elem is ilyen lightos, így fogalmazok el, akkor most összehasonlítod más. Igen, és itt viszont az egyik boszorkánymester, aztán Piat Pri volt a neve, erre választ is ad, tehát hogy a sárkányok kipusztulásával a mágia is eltűnt, és azzal, hogy visszajött az életbe 3 sárkány, és egyre nagyobbak, úgy a mágia is egyre erősebb. Hát igen, most egy kis spoiler volt, de igen. Ez magyarázza. De ez látszódik. Igen, lehet, hogy spoiler volt, de... Mondjuk ez látszódik, tehát főleg majd a 30 évadnál, talán de így a másodikban is mondjuk a felétől már azért érződik a dolog, meg ez az első évadban is nem hiába láttuk, mint 8-szor közelről a tojásokat, tehát ez is egy jelzős értékű volt. Úgyhogy igen. Igen, meg ez egy szimbóluma is annak, hogy egyre jobban megyünk át az igazi fantasybe. Igen, de ez olyan, hogy mindenek vannak a valós rétegek. Most, amit előbb említettél például, az mennyire igaz az Erdély és egyebek, hogy mennyire összeillik ezzel a Westeroszi különböző népek összességével, hogy egyszerűen nem lehet összetartani úgy, hogy... Tehát azért ez mindig megmaradt. Úgyhogy ez a kettő, ez mindig egymás felett él ebben az évadban is valamilyen szinten. Ugyanúgy ez az öt király háborúja, tehát ez is fegyhetvezető háborúja. És az ő árnyékukban, északon pedig talán még fontosabb eseményt úgymond kivédő, a fal és hát az őket szolgáló
és védő éjjeli őrség szerepe is azért ebbe az évadba is látható, csak talán nem ez adja az ékét az egésznek, mert azt mondják, hogy az öt király háborúja, de azért ők is hát elég sok kalandba kevernek, ugye láthatjuk az új tájakat az Izlandról, hát azon nagyon mesés unokatestvérem volt egyszer régebben ott egyébként, hát valami iszonyat, tényleg olyan sokszor mondták is, amit hogyha a Holdon lennél néha, szerintem hallottad egy a Verk filmekből. Hát én imádom Izlandot. Vagy te is voltál már ott? Nem, de nagyon szeretnék eljutni. Tehát az nekem az egyik olyan hely, ahova mindenképpen életem során el akarok jutni. Nekem az egy fantasztikus hely, és ezért is örülök, hogy a Trónok harcában sok helyütt lehet látni Izlandot. A másik meg gondolom az Új-Zéland. Nagyon jól beleillik egyébként a fal mögötti vidékbe. Tehát nagyon eltalálták. Igen, meg ez is nem kis pénz lehetett oda közösszíteni egész stábot, eszközöket, díszletet, sorolhatnám, ruházat. Marokkóból Izlandra, Izlandból Írországba. Tehát, Málta, minden van mi. Aztán Írországból Dubrovnikba, tehát... Meg Málta is, ugye, hát gyakorlatilag az öt helyszín. Málta, igen, Marokkó, Horvátország, Írország, Izland, öt helyszín, azért nem kevés, és mindegyik elég messze van. Megy mástól, más körülményekkel, más időjárási környezettel, tehát azért ez... Meg tényleg a fényképezés maga is nagyon szép, tehát nem ilyen általános képeket látszunk úgymond ilyen természetvite, hanem ilyen jó beállított. És itt is megismerünk pár új karaktert, mint például azokon most hirtelen jut az eszembe, aki abban a kunyhóban van, na, mi a neve, tudod a... Akinek nagyon sok valahogy... Ja igen, Caster, ja, ő egy új karakter, ő egy, hát elég mondjuk annyit egy nőfaló karakter. Igen. Ugye? Ha jól emlékszem. Igen, igen. Az se egy egyszerű. Ő vele találkoznak a csapatok, amikor mennek főfele kutatni most az eltűnt felderítők, meg a Benjen Stark után, így végződött ugye az első évad részben. Igen, és mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy ha elkezdjük nézni a második évadot, ha még valaki nem látta, akkor a végéig mindenképpen nézzük meg, mert a második évad vége az valami fantasztikusan jó lett. Tehát csak ennyit akartam róla elárulni, igen, de azt minden hasonlóan mindenki... fantasztikus, szó szerint is, meg egyébként más értelemben is, mint az első, tehát egy ilyen fantasztikusabb vég lett, tehát ennyit elárulhatunk. Igen, azért ezen mindig figyelni kell, hogy mind az epilógus, mind pedig a végszó legyen, bár most lehet, hogy pont hülyén mondtam, nem? Már hogy érted? Nem a prológus van elől? Vagy a prológus, ne, a prológus van elő, vagy bocsánat, hogyan ilyen a prológus van az elő, és az F jó mondta, a epilógus, igen, hát az zárás utolsó rész. Aha, igen, mert megkavarodtam, bocsánat. Jó mondtad. Föl. Hát igen, az általában mindig ilyen ütős meg érdekessé teszik, és általában inkább ezzel a kicsit ilyen fantasy elemekkel árnyalt jelenetekkel tudják talán igazán megoldani. És itt is azért ezt láthatjuk. De itt van még például az Ygritte, bár az kicsi spoiler, hát én azt mondom, hogy elég későn kerül aztán elő az évadon, de ő is egy új, egy ilyen vad karakter. Tehát vad ember. Vagy nem tudom, de viszont egy szerethető, meg kedves, meg bájos, meg ennek eléggé kemény kötésű hölgyemény, és elég jól alakítja a színésznő is. Úgyhogy ez a Downton Abbey-ben volt, ezt nem tudom látod, én is csak néhány részt láttam még annak, de előtte ő nem sokkal abba szerepelt. Egy ilyen angol arisztokrata családról, meg kastélyról szól, ugye a Titanic tragédiától ugye az első-másik világháború körülbelül levezet, mert elég nagy ugrások vannak ám benne. Aha. És akkor, de hát az is nagyon jó, tehát Angliában így legsikeresebb. És akkor onnan hozták őt, tehát és mindenki azt akarta, azt nem tudott oda érdekesik, hogy ő legyen ez a színésznő mindenképp. Most itt nem teszem ennek is a neve, de tehát mindenképp ez a színésznő legyen. Mert tényleg olyan illik, ő is jó voltak ebben a részben, és nem a kiválasztások, az új szereplők mennyire
Igen, és a harmadik évadnak is jók lesznek a Hát igen, ott lesz például a szereplők. Ciarán Hint, ugye volt, nem tudom, valami utolsó egy néhány Potter, meg hát a Róma sorozatban jó volt Cézár. Ő lesz a valaki. Most az, bár nem tudom, azt el lehet, elég is el lehet azt végül is mondani, mert úgyis ki van írva az IMDb-re, tehát ugye a vadaknak a vezetője. Mance Igen, Raider, ugye van így egy kell videó, kiejteni. amiben Igen. bemutatkoznak az Ja új. igen, a Rose Leslie most eszembe jutott egyik találnak a lő. Hát meg jönnek az én általam már nagyon várt ridek. Ja igen, ők kihagyták, ők lettek volna egyébként, lehet, Igen. már a második évadban, ja, hát a könyv Igen, a alapján. második könyvben már ők Szerintem most benne azt vannak. belesújkolják, mert ugye hosszabbak lesznek ezek a részek a harmadik évadnál, mint az első, második évadban az egyes részek az évadon belül. Olyan 5-6-8 perccel, ezért akkor be tudják talán így tuszkolni. Ahogy előkerül a hal is, A akartam fekete éppen hal, mondani, a fekete Brimhotal. hal, kinek a nagybácsi, a Catelyn Starknak, a Catelynnek Kathleen-nek, a, igen. vagy Tallinnak, Catelyn Starknak a nagybátyja, meg a testvérei is, ők is már itt lettek, sőt, össze ők már az első évadban is, nem? Lettek volna némelyik. Nem, a másodikban Csak a volt, igen, a másodikban? másodikban. Mármint az első könyv vége felé is benne lettek volna, csak egy minutumnyit, nem sokat, de... Ugye Igen, ők kimaradtak a második évadból. hát abból kimaradtak, ugye most már beholtanják őket is talán, meg az Úgót remélem, mert ugye hát azt hiányoltam. Igen, az is. Hát kíváncsi Ez vagyok, egy hogy ezt hogy érdekes, fogják szintén jó megoldani. kinéző város, amely kihasználja a környezeti adottságait is, tehát így védelmi szempontból, úgyhogy ezt majd látni fogjátok, ilyen szem, remélhetőleg. Ja. Egyébként erősíts meg, hogyha neked van erről információt, hogy jól tudom, hogy a harmadik könyv az két évadban lesz leadva. Tehát a Úgy, harmadik, igen, hát negyedik évad. ez úgy állítólag ez a harmadik évad, ez úgy a 60-70%-át fogja felülállni a Aha, harmadik értem. könyvnek, a negyedik az meg már valószínűleg egy kicsit csip majd a negyedik évadból is. Hát igen, a negyedik könyv Vagy a az negyedik biztos, könyvben hogy a... majd azt majd össze Igen. kell vonni a többi dolga. A negyedik évad az valószínűleg ilyen legalább 50%-ban a harmadik könyvből fog majd jutani, és mondjuk olyan 40 vagy 50%-ban meg a negyedikből már, vagy hát majd meglátjuk. Igen, most már kezdenek ezzel trükközni, hogy jól Hát most kijöjjenek már a csak így dolgok. tudják. Én örülök neki egyébként, hogy a harmadik könyv két évadban jön, mert talán a harmadik könyv az egyik leghosszabb. Hát de az a leghosszabb. Az ötödik az majdnem Az ugyanannyi, de ötödiknél is hát egy hosszabb? minimálisan, de hosszabb azt hiszem, igen. Tehát, és ott vannak bőven események, és szerintem tanultak abból, hogy még a második évadban, ugye a második könyvből azért, hogy betartsák a 10 részt, 10-55 perces, 50 perces részt, ahhoz kihagytak egy-két dolgot, és így, hogy egy könyvet két évadban dolgoznak föl, így talán nem fognak Meg kihagyni mondom, most semmit. gyakorlatilag azt számolták múltkor, hogy gyakorlatilag egy résszel ilyen szempontból hosszabb lesz, hiába 10 rész lesz ugyanúgy a harmadik évad, mivel mondom, ilyen 5 percek körülbelül hosszabbak lesznek, ezért kijön, hogy mielőtt körülbelül 50 perc volt az előző évadban egy rész, azért majdnem annyi hosszabb lesz egy résszel, annak ellenére, hogy 10 részes, érted, ez egy ilyen érdekes dolog. De, tehát, és akkor még jön egy negyedik évad majd, tehát akkor szerintem ide mindent bele tudnak préselni, amit csak akarnak. Akkor itt van még az a karakter, aki az csak a harmadikba tűnik föl, akkor a Miri, Torosz, meg a bajtársak, Igen, és csak így a ennyit. harmadik. Ja igen, akkor ők nálunk nincsen, akkor tolatás. Értem. Nem emlékeztem pontosan, hogy megjelentek-e. Ja, hát ami még fontos egyébként a második évadban az, hogy Arya karaktere ugye egy kicsit más úton halad, és hát ő is azért árnyalódik, változik. Ez is elég jól megalkották, nem? Mert milyen jó lett megint az ő szállát, ő mondjuk olyan jó az a színésznő, meg annyira egyszerűen falni való, de hogy mondjam neked. De én Ilyet ezek, ne mondj, mert hát már nem szó szerint értem, nem szó hallom a szerint értem. helikoptereket már Ja, jönnek. értem. De hát mondom, én a karakterről beszélek, tehát nem a színészről, Jó, ne hanem. csak Tehát hülyéskedj, egyszer te. annyira közönség kedvenc, az egyik közönség kedvenc talán. Igen, azt én is olvastam. A Tyrion De egyébként mellett. ez azért jó, mert ugye a Tyrion a színésze, a Peter, hogy kell ejtett Dinklage, Aha, vagy. aha. Ő az egyetlen amerikai színész, az Ja, összes ennek ellenére többi az akcentusa nagyon európai, jó, ír, tehát nem meg érződik, hogy skót, meg amerikai angol lenne. színészek, és sok közülük a fiatal színész, és én arra leszek kíváncsi, hogy tehát például John, Rob, ugye Bran, Arya milyen szerepekben fog majd még feltűnni a Trónok harca után. Ja, Erre úgy, még kíváncsi leszek, hogy értelek. melyikőjük lesz az, aki majd be tud robbanni Ha meg a esetleg jobban. Sansa, a Daenerys, ugye, mert ők is ez még a fiatalabb. Igen. Jon Snow, ja, vagy a havas John.
Ja, hát igen, arra én is kíváncsi leszek. De ott is egy jó utazást láthatunk szó szerint is az Arya karakterén, ő is egy elég érdekes. Ott megismerkedhetünk Harrenhal érdekes városával, most inkább erős nem is mondjuk semmit, mert ez egy elég ütős Igen, szín azt látni kell. Na háttérkép. például azt elég, talán több részletben is látjuk majd. Annak azért örültem. Főleg Ja, ez azért, jó mert a könyvben lett. is az van Igen. leírva, hogy egy elég nagy városról van szó, és azért egyszer látjuk kívülről, az iszonyat jól néz ki. Tehát, Hát ez nagyon ütős. és utána sokszor látjuk belülről a különböző részeit. Még így se olyan sok részt látunk, mint a könyvben, de azért Igen, illetve kicsit le vannak rövidítve, vagy talán, meg nem is talán olyan igen. súlyos egy pár jelenet, így is vannak durvább részek, csak talán És kicsit azt is. kielégítő, igen, meg nagyon nyomasztó. Tehát az Meg a főleg kiérdemli háttértörténet is. főleg kiérdemli a 16 pluszos kategóriát, mert az kemény lesz. Igen, a háttértörténet is minden, ott van egy pár jó tájbinos jelenet is, amit el lehet mondani, tehát Igen, az is ott lehet tetszik majd bennünk. elkezdeni megszeretgetni azt a Igen. karaktert. Igen. Hát ha, már akinek, mert azért még így is ugye vannak különbségek, egyeseknél egyesek kedvelik jobban, mások nem, tehát. És egy érdekes Tyrion karaktere is újra az egyik másik közönség kedvenc, hogy a Daenerys is talán őket lehet így kiemelni, ahogy láttam, hogy nagyon őket szeretik. Úgyhogy... Igen, hát ugye mindenki maga dönti el, például kit szeret, meg kit nem szeret. Én például ismerek olyat, aki például nem szereti Sansát. Tehát, Igen, azt tudom, ő egyébként egy ilyen, hogy szoktam, megosztó figurája. Úgyhogy azt én is észrevettem. Ami furcsa, de én megértem, milyen a kicsit a butasága miatt szerintem megosztó. Nem? Vagy az első évadban is látszik azért, hogy egy eléggé furcsa olyan teremtést, mint a mesék világában jönne, ugye? Egy Hát olyan igen, világban, ahol viszont... eleget kell tennie a szerepeinek. Tehát főleg Hát az, hogy igen. nemesi születésű úri hölgy, hát az nem adhatja önmagát soha. Pláne abban a helyzetben, amibe került, abszolút nem a maga sorsának az ura. A Lannisterek kénye kedvének ki van téve, folyamatos rettegésben kell éljen, folyamatosan kell egy szerepet játszania, és közben nincs sok reménye arra, hogy megszabadulhat onnan. Tehát azért én tudok vele azonosulni, tehát nagyon szar lehet neki. Ja, hát igen, az egyértelmű. Egyszer beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy még Sansának a legjobb, a többiek sokkal többet szenvednek, de én erre azt mondtam, hogy én így nem raknám ezt így sorrendbe, és Sansának is rettenetesen szar helyzete van. Hát igen, ebben az életben ő se éppen a legboldogabb pillanatait éli meg, amit elárulottunk azért. Illetve egy-két karakterről megint kiderülnek turpisságok. Tehát olyanokról, akikről, hogy az ember nem is gondoltalan talán annyira, nem? Tehát így jobban ányolódik egy pár karakter. A Varys megint elég sokszor jelen van. Vagy ugyanígy a... Akkor tudom, a Lord Bale is, ugye kis új, Igen, illetve róluk se tudod ám nagymester elvenkedni. szintén, Pisel vagy Pajszer, sose tudom. Engem Pisel van a szemeikben. Illetve föltűnik egy igen érdekes vicces, meg van nagyon idős bácsit alakítja, ami 86-7 éves. Ez a piromanta, tehát a piromanták rendje is följön, és ez is elég érdekes rész, ennyi többet nem mondjunk többet. De, meg egyébként ezt nem is tudta, de a... Az Emont, ennyit mondunk azért róla, bár mondhatnánk már többet is az elsővel után, de az Emont alakító, Emon mester alakító színész az valami 90 fölötti ám, nem egy fiatal. Jó, hát hát azért ki is látszott nézem is. belőle, Látszott abszolút. is. Remélem azért, mert lehet, hogy lesz még jelenete, jelenése, és végben akkor majd azért még látjuk. Nem kellett cserélni, mert... A negyedik könyvben hát elég ja, sok. Azért mondom, Azt hogy remélem, elmondhatom, hogy... Igen. Hogy Illetve még az fontosabb ötödikben szerepe is lesz. talán, nem? De most Ötödikbe már nem, negyedikbe. Ja igen, lehet, csak ugye ez összefolyik eleve az egy történet A igazából. szemnek a vonal. Azt tudom én, csak az igazából egy történet a 4-5 könyv, tudod, csak ugye, azt tudod, ketté van szedve Persze, gyakorlatilag. persze, tudom. Tehát azért lehet, hogy azért kevertem akkor. Tehát akkor neked is tetszett akkor az évad összességébe. Mindenképpen. Sokkal eseménydúsabb volt. Ha viszont negatívumot kell mondjak, akkor nem volt olyan hű a könyvhöz, mint az Igen, nekem első. is az a negatívum, ezért mondhatom azt, hogy talán minimálisan nem tetszett annyira jobban, mint az első volt. Meg ugye volt ez a nagy csata, az is ugyan jó volt, csak ott is azért még így is spóroltak valamelyest. De egyébként talán ez a Tehát két jól negatív. nézett Jó ki. volt, tehát is sorozatokban belül szerintem ez egyik legjobb. Hát rengeteg pénzt költöttek rá, meg én úgy emlékszem, nagy hogy része arra ment el. Külön kellett az HBO-nál kuncsorogni még plusz pénzért, Ja, hogy igen. jól nézzen ki. Hát igen, azért ütős lett, mondom, sorozatokon belül jó lett, tehát így
vagy ti is látni fogjátok, és egy egész rész gyakorlatilag arra szentelődik, vagy úgy 80%-ban, vagy hát most nem tudom már pontosan. És azt hiszem, az pont George R. R. Martin írta, az első igen, azt hiszem, azt nem adta ki a kezéből, én is úgy emlékszem. Igen, igen. Hát igen, ne számítsunk egy Gyűrűk Ura csatajelenet szintre, de ahogy te is mondtad, sorozathoz képest igen. Tip-top. Igen, igen, igen. Most például van ez a... Ilyen mutkalan arról meséltem, és az például nem lett valami jó ilyen téren. Pedig ott is látható volt, hogy költöttek rá volna alá, csak hát nem, egyszer rosszul volt megkoreográf az egész, meg rövid volt, meg hiteltelen, tehát ilyen nem hiszem, hogy aztán nem láttad azt hiszem a Vodzsákot, ugye? De ott például ez érződik. A Rómában még érződött, ott költöttek rá, az is egy 100-200 milliós évadonkénti sorozat volt. Ez is olyan 70-80 most már, vagy mennyi, már lehet, hogy ez a harmadik évad már 100 is lesz. Ugye ez az utód, de valamilyen szinten egyébként a Rómának, azt nem tudom, láttad-e. Mert tehát azt abba hagyták, mert túl drága volt, és akkor gyakorlatilag a nagy része, akik azt is csinálták, a stáb gondolom, mert ugye, akik ugye filmezik, rendezték jó pár Róma részt, stb. Írták, és talán azok így átköltöztek most ide, és most ezt tekintik annak ilyen szempontból. Tehát nagy költségvetésű, középkori, az még ókori volt. Tehát, és látod, átemeltek egy Ciarán Hintzet is, aki ilyen Cézárt alakította, szóval azért látszik, hogy ő itt az új jó utód, és sokan nézik, tehát nekem is tetszett, ez az egy gond van tényleg, hogy Daenerys szálon van egy pár csorbítás, ugye akkor itt a Harrenhalból is lehetne még több, ugye, meg ez, amit mondta, hogy talán hogy a csata is lehetett volna még több, de hát ugye mindent nem kaphat meg a nagy rajongó, mert túl drága már így is mi, egy évad. Igen. De hát viszont tényleg látványos, a veszeség ennek egy látványos, a sokkal azért, mint az első, de a harmadik úgy tűnik erre is rátesz majd egy lapáttal. És tényleg itt talán minden részre történik valami, mert az első évadban mondtam számomra volt egy-két ilyen kitöltő rész, vagy így mondjam neked, például a nyolcadik, egy kicsit kitöltő rész volt, akkor az a harmadik, negyedik, azt hiszem, ha valamelyest úgy érezte az ember, tehát amikor ott nem történt olyan nagy, hogy tudom, ilyen drámai esemény, vagy valami csavar. De hát azok is jók, mert Trónok harcában erősek a második évadban is, a párbeszédek, a karakterek, újak, régiek. Régiek eltűnnek, van egy ilyen szlogán, azt mondtam, de sokkal több új minőségi karakter megint a helyükre lép. Tehát ilyen kosítgott, ha esetleg valaki ugye túl korán elpatkol George R. R. Martin nagyszerű írásának köszönhetően. De hát, nem? De. Itt vagy? Ja, igen. Itt vagyok. Igen. Ja, úgyhogy akkor én adok most ennek olyan 93%-ot, de csak ezek miatt. Igen, de annyit mindenképpen 90 fölött azért megért. Hát persze, megért, csak most nem a közepe vége fele, hanem ki az eleje körül, de tényleg csak ezek az apró hibák. Viszont nagyok az elvárásaink, mondhatjuk azt a harmadik évad felé. Igen. Hogy nézzen ki olyan jól, mint a második évad, és legyen olyan hű a könyvhöz, mint az első. Na hát igen, ezt a kombinációt kell elérni, ezt jól mondta. És azt a könyv is igényli, mert ez a könyv ez olyan, tényleg a kettőnek a kombinációja, 80-szor annyi csavarral, árnyalással, meg igen, történéssel. Az egyik legjobb volt eddig. Hát igen. És azt mondják, hogy a készítők, hát jó a marketing is, hogy ez lehet a legjobb évad eddig. Hát reméljük is, hogy túlszárnyalhatja az első másodikat. Hát én reménykedek benne. Hát én a Premier HBO vetítésen ott leszek, szóval. Mármint, hogy melyiken? Mert ugye most hát lesz egy premier előtt is. Televízióm előtt fogok. Ja, értem, mert most lesz egy... Úgy értettem, tehát a HBO premier vetítésén. Mert lesz egy mozis, én arra elmennék, de hát sajnos arra csak nyerni lehet jegyet. Ez ilyen zártak körül. Erről nem is tudtam, pedig fú, de jól. Jelentkeztem, mert van egy magyarországi Game of Thrones honlap, és ott lehetett, az HBO-n is lehetett, csak az kell előfizetés. Annélkül nem tudsz rejelni. Hát én megelégszem a televízióval. Ja, hát jó az is, most már. Van Blu-ray is, vagy HD effekt, ugye már tévéken is van HD, úgyhogy úgyis elég hatásos lesz, biztos vagyok benne. Hát már láthatunk, na, hogy ez, azt mondják egyébként, hogy ez a Rise and Fall, tehát a néhány karakter felemelkedése, néhány karakter zuhanását mutatja be, tehát ezt majd érdekes lesz szintén látni. Ezt így mondták a reklámban is most, ha láttad. De tudod is, hogy olvastad a könyvet, úgyhogy...
Igen. Hát én is tudom. Mert ha meglátják a rajongóknak, tetszeni fog szerintem, úgyhogy ütős évad lesz szó szerint is, meg... És véres évad lesz, azt már előre borítékban, hogy... Hát várjuk. Több eseménye. Annyit tudok mondani, hogy várjuk, és mindenkinek ajánlott. Mind az évadokat megnézni, ha még esetleg úgy nem bonyolódtak bele a dolgokba. A első két évadot többször meg kell nézni, könyveket el kell olvasni, a harmadik évadot meg kell nézni. Én csak ennyit tudok. És ajánlod egyben, nem? Akár, hát jó, egyben nem lenne sok idő, 20 óra mondjuk ez a két évad, én de egymás egyben után... néztem meg az első évadot, és a második évad felét együltönben néztem meg a párommal, és utána a második évad második felét meg szintén együltönben. Értem. Ő is nagy rajongó akkor? Igen, abszolút. Ő még nem olvasta a könyveket, de nyüstölni fogom. Hogy... Ezért szeretik egyébként sokan a hölgyek is, mert ugye nem egy olyan megfogható egyedi hölgy karakter van, aki erőt képvisel ugye sorozatban. Daenerys, a Catelyn Stark, negatívoknak Cersei, Arya, Sansa, Arya, tehát, illetve itt föltűnik egy olyas valaki Greyjoy oldalon is, tehát ebben a második évadban. Úgyhogy azért nem egy... De ezért is olyan népszerű részben. Ygritte ezt már említettem, csak igen. Úgyhogy nem egy karakter van. Na hát remélem tetszett a hallgatóknak, nézőknek az első elég hosszú lett. A zenék ugye mind a második évadról vannak egyébként. Remélem azok is tetszettek, így emeljük egy kicsit így a hangulatát így a show-nak, mert az így jobban átszűrődik, mert a képi világban ugye nem lehet sajnos felrakni itt a YouTube-ra így évadokat, meg epizódokat. Akkor már legalább a zenével lehet minimálisan, ott is csak persze minimálisan, 30 szekundum, azt hiszem a határ. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a bemutató, várjuk a harmadikat, ugye? Mindenképp. Ezt mondtad, ugye? Itt vagy? Igen, mondtam, igen, mondtam. Igen, úgyhogy én is várom. Remélem, hogy a negyedik évad is majd elkészül, mert már lehet azt hallani, hogy van a sustorgások, hogy hát elkészítik, de hát hogyha az egyik felét ennek a könyvnek megcsinálták, akkor a másikat is kötelesek lesznek. És a nézettség hát az... Ezt a szekeret végig fogják azért tolni, mert ebben rengeteg lóvé van. Hát 9 nem évadra terveznek, 9-10-re, de lehet, hogy még 11-es, azt attól függ, milyen hosszúak lesznek a könyvek. Igen, tehát ez a Martinnak is rendkívül jó volt, mert ugye neki is rengeteg pénz, másrészt rengeteg emberrel megismertette a sorozat, ezt a könyvsorozatot, hát és igen. Fordítva is. Tehát ez egy nagyon jól összerakott sorozat, egy nagyon jól összerakott könyvsorozatból, nagyon jó stáb van kell. Mögötte. És nem csak azoknak, akik mondjuk a fantasy-t szeretik, vagy azoknak, akik a középkori témai dolgokat szeretik, hanem ezt mindenkinek ajánlott, aki szeret sorozatokat nézni, vagy csak szeretne egy jó történetet látni. Hát igen, ez egy jó záró mondat volt. Ja, úgyhogy búcsúzunk akkor tőletek, akkor várunk a harmadik évadon mindenkit. Így Igen. Sziasztok, akkor. Hello, sziasztok.